A kormány 2014-ben határozott a Tanúszoda program elindításáról, amelynek keretében 24 uszodát építenek teljes mértékben állami forrásból, és amelyek üzemeltetését is a központi költségvetés fedezi. Baktoló rendházán kedden adták át a 421 millió forintból elkészült létesítményt, amely egy 25 méteres versenymedence és egy tanmedence mellett a szükséges kiszolgáló helyiségekkel várja az úszni vágyókat. A település polgármestere elmondta, 25 éve Baktoló rendház a városi rangra emelésekor fogalmazódott meg az, hogy szükségük lenne egy fedett uszodára. Negyed évszázados álom vált valóra azzal, hogy a kormány döntött arról még 2014-ben, hogy járásközpontokban ezeket a tanúszadákat megvalósítja. Köszönet ezért a döntésért, köszönet a 100%-os finanszírozásért, és én úgy gondolom, hogy valóban az elsősorban a gyerekek érdekeit fogja szolgálni. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár arról beszélt, mennyire fontos az, hogy minden gyerek megtanuljon úszni. Köszöntő beszédemben is elmondtam, hogy az egyetlen egy sportág az, amelynek nem tudása életveszélyt is okozhat. Hogyha a megfelelő vízfelületünk van megfelelő szakemberekkel, akkor tényleg minden család örömmel engedi el a gyermekét bárhova, hiszen 8-9 éves korra meg fogjuk tanítani úgy a gyermekeket úszni, hogy vízbiztosak legyenek, és bárhol biztonságban érezhesse magát, akár a gyermek, akár a szülő. Román István kormány megbízott szerint a hasonló beruházások a településeken élők életminőségének javulásához is hozzájárulnak. Ez a beruházás és az ehhez hasonló beruházások egyértelműen azt bizonyítják, hogy a magyar vidék az felértékelődött, és ma már Magyarország van annyira erős, hogy tudjon erőforrásokat a vidéki élet fejlesztésére is fordítani. Ez az uszoda és hazai forrásból valósult meg, és én azt gondolom, hogy az egész térségnek a javát szolgálhatja. Szükségünk van arra, hogy minden településen olyan életkörülményeket tudjunk teremteni, ami méltó a mai világunkhoz. Én úgy látom, hogy ehhez a szándék is megvan, a források is megvannak, és az önkormányzatok is egyre ügyesebben pályáznak, így a megyében nagyon sok ilyen és ehhez hasonló ünnepségnek lehetünk a részesei. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy Csenger és Máté Szalka után újabb járási székhelyen épült uszoda. Ennek a térségnek is megvan az a fajta vízfelülete, ahol a gyerekek a mindennapos testnevelés keretében egy egészséges társadalmat tudnak felépíteni, hiszen azt gondolom, hogy egészséges társadalom egészséges embereken keresztül vezet, és az úszás ez egy nagyon fontos sport, minden izmot megmozgat. Én is szoktam szombatonként járni egy kicsit úszkálni, és azt gondolom, hogy örömmel tölt el, és már meghívást kaptam ide, és hogyha esetleg olyan sokan vannak a Máté Szalkaiban, akkor eljöhetek ide, és öröm tölt el, és remélem, hogy nagyon sokan fogják igénybe venni ezt a szolgáltatást. A Tanúszoda program keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Baktoló rendháza mellett a csengeri és a fehérgyarmati létesítményt már korábban átadták, Kemecsén pedig hamarosan birtokba vehetik majd az uszodát a fiatalok.